A következő kísérlet, ez egy ilyen vidám kísérletnek is fölfogható. Kettő darab izzólámpát hoztam ide. Két darab izzólámpa látható. A két darab izzólámpa közül... Tessék? Ez már megy. Nem ott kell fölvenni. Tehát abban ne törődjön, hogy ez nem... Arra törődjön, amit itt lát, az jó legyen. Na, tehát a két izzólámpának eltérő a színezése. Ez mutatja azt, hogy két különböző feszültségű izzólámpát mutatok. Mutatom az egyiket, meg a másikat. Ezt, ha megnézi, akkor vékony és hosszú izzószála van, ez pedig ehhez képest rövidebb és vastag. Jó? És akkor az egyik az 230 volt és 15 wattos, a másik az pedig 24 volt és 15 wattos izzólámpa. Na most, itt van a hálózati konnektor. Bekapcsoljuk majd nem sokára. Amit látnak az összeállításban, hogy itt van az izzólámpánk. Az izzólámpáknak feszültséget mérünk, váltófeszültséget, és ha bekapcsolom, akkor látják, hogy az izzólámpa világít, és hogyha megnézik, akkor a feszültség az éppen 230 volt. Ezt mindenki látja, ugye? Kikapcsolom, majd ide betesszük ugyanebbe a helybe a 24 voltos izzót. A kérdés az, hogy maguk szerint mennyi ideig fog ez itt világítani. Hát ugye teljesen egyértelmű a történet. Bekapcsoljuk, amit látják, világít. Az is látszik, hogy a mérőmű szerint nem a megfelelő tartományban van, tehát akkor kicsit lejjebb megyünk a mérés határól, tehát itt most 30 volt a mérés határ. Kapcsoljuk be az izzólámpát, és akkor látják, éppen 24 volt. Akkor, hogy ne legyen a csalás, ne tudjanak megvádolni a csalással, szépen visszarakjuk a 230 voltos izzót, visszaállunk feszültséggel a mérés határváltással, és amint megnézik, akkor ez 240 volt. Jó? Tehát, hogyha van kedvük, akkor próbálják meg ezt a jelenséget megmagyarázni. Jó? Tehát itt gondolom, hogy érzik, hogy van valami feszültség. Már úgy értem, hogy az a kategóriájú része a dolgoknak, ami mondjuk úgy, hogy egy normál... Tehát mit kell csinálni, hogy ez működjön? Én segítek maguknak. Ez egy okos konnektor. Hallja, amit mondok, és ennek megfelelően állítja a feszültséget. Ez az egyik lehetőség, de esetleg maguk kitalálhatnak valami mást is. Jó, tehát ennyit erről. Abban maradtunk a Kopa tanár úrral, hogy ilyen egy hét múlva megválaszolandó kategóriájú kísérlet lesz. Jó? Tehát, hogy én egy hét múlva megadom a megoldást erre. Na most. Következő kísérlet főszereplőjében pedig, ha már ugyanebben a kísérletben maradunk, akkor nézzék meg, hogy itt van egy áramforrásunk, itt van egy mérőműszerünk, egy izzólámpánk, és akkor szeretnénk ennek az egésznek megmérni ennek a lámpának, ahogyan azt tanítjuk az ohm törvényével az ellenállását. Tehát akkor elindulunk mondjuk innen, így. És amint látják, az áramkörünk az ugye úgy fog kinézni, hogy tehát elindultunk az egyik részről, nézzék meg, itt van. A másik sarokból elindulunk, jövünk ide. Itt fogunk feszültséget mérni, mert ugye ez eddig is feszültségmérés, és akkor itt van egy részünk, amivel áramot fogunk mérni, váltóáramot, és hát mondjuk egyszerűség kedvéért,
tűzöm ide. Egy ampernél biztosan nem fogunk többet. Ja, bocsánat, ez nem kell ide. Tehát akkor, hogy teljesen világosan lássák, akkor a kékkel eljövünk az árammérőműszerbe, az árammérőműszerből az izzólámpába, és megyünk vissza a tápegységbe. Jó? Tehát ez az egyik. A piros vezeték az pedig nem más csinál, mint feszültséget mér. Jó, megvan? Tehát nyugodtan rajzolhatnak menet közben, és akkor kapcsoljuk be. És akkor amit majd önöknek érdemes lesz fölírni, és ez alapján kiszámolni, az, hogy az izzólámpának mekkora az ómos ellenállása. Tehát papírt, tessék elővenni, ceruzát vagy tollat, kinek mi tetszik. És akkor feszültséget fogunk mérni. Az egyszerűség kedvéért először mondjuk ilyen 30 voltig elmegyünk, tehát megmérjük mondjuk 20 voltnál ezt az egészet. Jó, és akkor látszik az, hogy a 20 voltos feszültséghez ez egy elég kicsiny méréshatár. Látják, akkor ugye itt azt írja, hogy 1 amper, vagyis akkor itt lenne 1 amper, hogy az egyharmadáig elmenjen a mérőműszerünk, tehát az utolsó egyharmadában legyen, változtatni kell méréshatárt. Nem tudom, mennyire világos az, hogyha az ember precízen akar mérni, akkor a mérőműszerünknek jellemzően az utolsó egyharmadában szerencsés a leolvasás. Ugye? Tehát a pontosságát úgy adják meg, hogy nullától a végkitérésig, itt ekkora rész, hogyha nulla körül mér az ember, akkor lesz a legnagyobb a pontatlanság. Ez általában nem szoktam elmondani másod, de fizikus hallgatóknak mindig elmondom. Csak az, hogy lássák meg, hogy a mérés, ugye azt szokták mondani, hogy pontos mérés nincs, ez egy alap igazság, és akkor a pontos mérés nincs, a pontosságát viszont lehet fokozni. És az adott mérőműszerrel, akkor ugye látják, hogy azt mondja, 1 ampert kéne mérni, akkor ez 2 amperig lehet menni, akkor ide azt mondjuk, hogy egyen lejjebb megyünk. Látják, még mindig azt lehet mondani, hogy ha most egyen lejjebb mennénk, akkor már biztosan ott vagyunk, vagyis ez 0,13 század amper. Tehát akkor 0,13 század amper. Jó? Akkor most lesz az, hogy ha megyünk tovább fölfelé, akkor illik változtatni méréshatárt. Jó? És akkor most elmegyünk, ugye akkor most ez azt jelenti, hogy a pirosról a feketére megyünk el, és megmérjük az 50 voltot. Jó, tehát itt van 50 volt. És az 50 volthoz tartozik, még mindig ott tartunk, hogy ugye 3/10 amper, pontosan 2/10 ampernél tartunk. Jó. Akkor megyünk fölfelé, megnézzük a 100 voltot. Úgy. Itt vagyunk 100 voltnál, és akkor az azt jelenti, hogy 0,23 amper hozzá tartozik. Akkor világosan látszik, hogy most akkor mind a kettőnél fogunk váltani méréshatárt. Hát akkor 300 volthoz megyünk is 1 amperes végkitéréshez. Így. Akkor ugye a feszültségünk a 100 volt, megyünk 150 voltra. Így. És 150 voltnál, ugye ha még mindig 1 ampernél vagyunk, akkor az 0,32 az áramerősség. Akkor jövünk 200 voltra. Akkor ez itt 0,4. Most akkor egy kérdésem van, hogy ugye tudják, hogyha jegyzőkönyvet kéne írni, akkor a jegyzőkönyvnél az egyik legfontosabb dolog, hogy leírja az ember az adatokat, és aztán oda teszi maga mellé a kommenteket. Maguk milyen kommentet írnának ide? Azért, hogy az ember lássa, hogy pontosan mi is történik körülött. Én odaírnám, hogy egyre
melegebb az a szakasz, aminek az ómos ellenállását akarjuk. Honnan látjuk, hogy egyre melegebb? Hát világít, ugye? Tehát ez mindenképpen érdemes oda tenni. És akkor 250 voltig talán el tudunk menni, mert ez egy olyan áramforrás, hogy be lehet fő, tehát főjebb is lehet tekerni. És akkor itt 0,41 az áramerőség, és akkor tulajdonképpen ezzel meg vagyunk. Jó? Jó, így. Akkor ami biztos-biztos alapon, hogy legyen valami hasonlítási alap, én hoztam egy 5 darab 200 ohmos ellenállást, amit sorba kötöttem, most ennek meg fogjuk nézni ugyanezt a karakterisztikáját. Ez annyit tesz, hogy én ezt innen kihúzom, ezt így, ezt félre rakjuk, és ide krokodil csipeszekkel fogjuk rácsiptetni. Két krokodil csipesz. És akkor én azt akarom mondani, hogy amit elvégzünk mérést, azt, szóval az inkább általános iskoláskorú gyerekeknek való, de mivel nem tanultak mérni, azért mutatjuk. Jó? Tehát ez ilyen hiánypótlás. És ez nem az önök bűne, hanem sok mindenre rá lehet fogni, a Covid-tól kezdve az oktatás rendszerre, de ebben most mélyen nem megyünk bele. Jó, tehát akkor ugye levesszük, és akkor igen, bekapcsoljuk, és elkezdünk mérni. Jó. Itt van 50 volt, amint látják az 50 voltnál nyugodtan mehetünk lejjebb, tehát akkor 50 volt, így, és akkor az áramforrásunk is látjuk, hogy ez kevés, tehát akkor ez azt jelenti, hogy elmegyünk, igen, ez egy kicsit sok, jó, tehát akkor 1/10 amper a véghatár, tehát 50 volt, és 0,5 itt elolvasva, és akkor ez azt jelenti 0,05 amper. Jó, akkor jön a következő, 100 volt, és akkor látják, hogy 1/10 amper. Jó, tehát írogassák föl, mert hát mit akarunk megcsinálni, hát világosan látszik, amit szeretnénk. Azt mondja, hogy akkor növeljük az áramerőséget, akkor a 150 volt jön. És akkor látják az áramerőséget is, 200 volt. Ott egyébként könnyű leolvasni, mert azért van kivetítve többek között. 200 volt. 250 volt, és akkor itt befejeztük ezzel a kísérletet. Jó, írogassák föl, és akkor kiszámolják. Én azt gondolom, hogy ha fogják magukat, és ezeket a dolgokat, most én lepakolok, mert egy újabb fejezet fog érkezni. Jaj, bocsánat. Igen. Erre az égvilágon semmi szükség. Nézni. A továbbiakban, mint mondottam volt, egy másik témakörbe fogunk belefogni. A témakörünk az áramok mágneses tere. Nyugodtan írják föl. Áramok mágneses tere. És akkor a mese úgy kezdődik, hogy amikor 1800-ban megszületett a voltaféle eszköz, a cella és a cellából épített oszlop, akkor tulajdonképpen egy olyan eszközt adott kezébe az emberiségnek Alessandro Volta, amelyik segítségével tulajdonképpen nagyon is lehetett
ezt a jelenséget tanulmányozni. Ugye elmondtam már, vagy nem tudom, önöknek mondtam, vagy másnak, de mindenképpen el lehet mondani, hogy több nagyságrenddel, 6-7 nagyságrenddel nagyobb áramforrás kaphattak az emberek, és tulajdonképpen az áramerősség növelésével egy olyan jelenséget lehetett kutatni, ami addig nem nagyon volt kutatható. Na most, itt van egy iránytű. Ezt az iránytűt, ahogyan annak idején Hans Christian Ørsted, én is ide teszem egy vezeték környezetébe, és ennek a vezeték környezetében levő iránytűnek a viselkedését fogjuk megnézni, miközben áramot folyatunk a vezetőben. Tehát a legelső kísérlet 1820, Hans Christian Ørstedhez kapcsolódik, ő volt az, aki az egyetemi előadása során föl akart egy darab vezetéket izzítani, és az izzítás során azt vette észre, ha bekapcsolt a vezetéket, akkor az iránytű, hol van, az iránytű az elkezdte másik irányba mutatni az áramot. Tessék megnézni. Jó, tehát az iránytű másik irányba kezdte mutatni az áramot. Azt is láttuk, hogy ha az áramerősség nagyobb, akkor jobban kitér. Azt is meg lehet mutatni, megfordítjuk az áram irányát, akkor a kitérülés iránya éppen ellenkező irányú lesz. Azt is meg tudjuk mutatni, hogyha ezt az iránytűt innen a vezeték alól, vezeték fölé tesszük, akkor a kitérülés másmilyen irányú lesz. Tehát ezek lesznek azok a dolgok, amiket érdemes megfigyelni. Ami az egészben izgalmas, az az, hogy azt vették észre, az elektromos töltések mozognak, és maguk körül mágneses teret hoznak létre. Ez volt a legizgalmasabb dolog, ami azt jelentette, hogy gondolják utána, hogy ismerték a mágneses jelenséget, ezt már időszámításunk előtt 600-ban Thales leírta. Mágnes, vesz az ember egy darab magnéziából származó követ, és akkor azzal el lehet téríteni az iránytűt. Ugye ez volt az egyik része, ezzel ugyanúgy el lehetett téríteni, mint az árammal. Az elektromos jelenségeket úgy szintén ismerték, amikor az elektromos töltések maguk körül elektromos teret hoznak létre, és ezt a kettőt egészen 1820-ig nem tudták összekapcsolni. Tehát a kapcsolat volt a kettő között a nagy trubáj, ahogyan mondaná mostanában a fiatal. Tehát, hogy attól lett az egész izgalmas, hogy az elektromos és a mágneses jelenségek között megtalálták a kapcsolatot. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. Ezek után mindenki gőzerővel dolgozott, és ez azt jelentette, hogy mindenki gőzerővel dolgozott, hogy például egy évvel később már pontosan le tudták matematikailag írni a hosszú egyenes vezető körül kialakuló mágneses tér nagyságát. Ugye, tehát ez azt jelentette, hogy mindenki be volt zsongva, hogy milyen nagy dolgoknak vagyunk előtte. Ez Biot és Savart volt egyébként. A Biot-Savart törvény 1821-ben született, tehát akkor Hans Christian Ørsted 1820 májusában észrevette a jelenséget, és egy évvel később kész volt a Biot-Savart törvény. Világosan látszik, hogy be volt zsongva mindenki, a mainstream elővette egy voltaféle cellát, abból megépítették az oszlopot, és abban kísérletezett mindenki. Tehát ma meg megyünk a CERN-be, tehát most ez körülbelül ez a kategória, csak egy kicsit nagyobb eszközök vannak. Megjegyzem, hogy a Royal Institution-ban, a pincében, DV-ek csináltak egy 6 méterszer 8 méteres alapterületű, ahogy írták, savakban bűzölgő ilyen voltaféle cellát, aminek a két vége föl volt vezetve a laborba, és abban lehetett játszani. Azt gondoljanak utána, hogy ez nem volt játék. Ugyanez meg volt a Francia Tudományos Akadémiánál is. Tehát ez akkor még egyszerű volt. Na, akkor a következő kísérletet, amit látnak, hogy itt van egy rúdmágnes. A rúdmágnesnek a
pólusaira pofákat helyezünk. Ezt már tudjuk, de ez majd később ki fog derülni az anyagok mágneses tulajdonsága vizsgálatánál, hogy ebben a részben itt a két pofa között mágneses teret hozunk létre, tehát függőleges irányú mágneses tér. Itt van egy darab vezeték, amely pontosan erre a mágneses térre merőleges lesz, és hogyha ebbe áramot folyatunk, akkor ez szépen el fog térülni. Egy oldalirányú erő hat rá. Ha másik irányba fogjuk elforgatni, akkor a másik irányba térül ki. Jó? Tehát ezt mindenképpen érdemes látni. Ha valaki egy kicsit matekban járatos, akkor az lehet mondani, hogy függőleges a mágneses tér, vízszintes az áram, és a kettő kifeszít egy síkot, arra jobbsodrású rendszert alkot az ittható erő. Jó? Tehát akkor ezt mindenképpen érdemes látni. Ami még izgalmas volt, ezt csak ilyen félhalkan mondom, de úgy is fogják érteni, hogy a mágnességtamban nincsenek monopólusok. Csak dipólusok vannak, és akkor ez a matekosoknak, akik szerették a matekot, muszáj volt valamit csinálni, hiszen erre az erőhatás, ez nem olyan volt, hogy odébbe akarta lökni, hanem el akarta forgatni. Ezt matematikailag le kellett tudni kezelni, hogy egy nyomaték fog erre hatni. Jó? Tehát ez mindenképpen érdemes ezt a részét tudni. A következő kísérlet az úgy fog kinézni, bocsánat, hogy itt van egy áramvezető hurok, tessék megnézni. Ez az áramvezető hurok, vagy ebbe az irányba folyik az áram, vagy ebbe az irányba folyik az áram. Itt vannak a hozzávezetők. Ezek a hozzávezetők úgynevezett csúszógyűrűkkel vezetik hozzá az áramot, és hát ez azt jelenti, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen kölcsönhatás lesz az áramvezető hurok és a benne folyó áram és a rúdmágnes között. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy mielőtt látják, hogy áram nem folyik, megnézzük, hogy van-e kölcsönhatás bármiféle, semmit. Itt is meg lehet próbálkozni, nem történik semmi. Van-e kölcsönhatás a keret és a mágnes között? Igen vagy nem? Van kölcsönhatás, csak olyan csekély, amit most ebbe a kísérletben nem tudunk kimutatni. Minden anyag mágneses tulajdonságú, osztályozni dia, para és ferromágnes. A dia és a paramágnesek olyan gyöngék, hogy ahhoz tényleg laboratóriumi körülmények és szofisztikált környezet kell, hogy ez működjön. Na most akkor tessék megfigyelni, beteszi az ember, és akkor ezt látjuk. És akkor ez azért már több, mint semmi. Úgy is mondhatnánk, hogy valami. Tessék megnézni, hogy itt is mondtunk erről. Azt lehet mondani, hogy itt van egy áram, meg egy másik áram, vagy így állnak, és akkor ezeknek a mágneses tere, ez olyan lesz, hogy erre a keretre merőleges. Na most ennek a mágneses tere éppen a keretre merőleges, kölcsönhatás akkor nincs. Elfordítom, akkor ebből mi következik, hogy egy forgató nyomaték lesz, amely forgató nyomatékkal lehet forgatni ezt a vezető keretet. Nem kell nagyon megijedni, mert még visszatérünk a mai nap. És akkor a következő kísérlet az lesz, hogy veszünk egy áramot, amelynek van mágneses tere, ezt már tudjuk. Itt van egy másik áram mellette, ennek is van mágneses tere, és kíváncsiak vagyunk, hogy a két áram kölcsönhat egymással. Ugye? Tehát akkor ez egy fontos dolog. És akkor nézzük a jelenséget. Így. Hát az első kísérletben kapcsoljuk be az áramot. Figyeljük meg, hogy van-e közöttük kölcsönhatás. Látják, hogy vonzás van. Így. Na most akkor azt lehet látni, hogy a kettő között vonzás van. Tegye már meg nekem, hogy ezt a részt megpróbálja megmutatni kamerával. Megvárjuk szépen. Csak azért, hogy lássák azt, hogy. Jó, ez teljesen jónak tűnik. És akkor figyeljék meg, hogy látták, mi történik? Bekapcsolom, és taszítja egymást a két áram. Itt
itt pedig vonzák egymást. Jó? Na most akkor azt kell tenni, hogy kamerát kérem vissza. Jó? Megfordítjuk az áramirányt az egyik vezetékben, és akkor figyeljék meg, hogyha megfordítottuk, akkor ezek most már taszítják egymást. Látszik, ugye? Jó. Akkor nézzünk egy egyszerű magyarázatot rá. Itt van két darab vezeték. Ez a két darab vezeték párhuzamos egymással, és van négy kivezetése. Egy, kettő, három, négy kivezetés. Itt van. Most az egyik lehetőség, hogy itt kötjük össze ezt a vezetéket, és a másik lehetőség, hogy itt kötjük össze a két vezetéket. Így né. Na most, ha ebben így folyik az áram, akkor ebben így fog folyni. Ha ebben így folyik az áram, akkor ebben pedig így fog folyni. Világos, ugye? A kérdés az, melyik vonzó és melyik taszító. Ha most figyelnek, következő kísérletre emlékeznek, akkor sose fogják a vizsgán elrontani. Maga az eszköz itt látható. Maga az eszköz itt látható. Az eszköz az egy csavarrugó, amelyik úgy készült, hogy a csavarrugónak a direkciós állandója nagyon gyönge, saját súlyától tekintélyes megnyúlása van. Ha megnézik, akkor ez egymás után következő menetekben ugyanabba az irányba folyik az áram, vagyis paralel áramok vannak ebben az elrendezésben. Ez azt jelenti, hogyha ezt az eszközt be akarnánk üzemelni, akkor nézzék meg. Itt van egy bevezetés, ez a bevezetés ide elhozza az áramot, végig megy ezen a vezetéken, ennek a vége beér ebbe a pohárba, ebbe a pohárba ide higanyt kéne önteni. Azon keresztül záródna az áramkör, úgy kell beállítani ennek a magasságát, hogy záródjék a higanyban, és amikor a higanyban záródik, ugye a higanyba ez beleér, ez az érintkező, ez a két pont, ahol az áramot be kell kötni, és akkor ez azt jelenti, hogy az áram hatására párhuzamos áramok alakulnak ki, és ez meg fog rövidülni. Ezt tapasztaljuk. Vagyis a paralel áramok lesznek, amelyek vonzák egymást. Jó, tehát akkor mindenképpen azt lehet mondani, hogy ezek lesznek, amelyek vonzák egymást, így. Ezek pedig taszítják egymást, így. Ezek lesznek itt az F-erők. Jó? Csak azért, hogy mindenki lássa ezeket a dolgokat. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a paralel áram lesz, ami vonzza. Akkor érdemes azt utána gondolni, hogy mit tudunk még ennek kapcsán mondani. Ugye, tessék végig gondolni, hogy van az embernek egy transformátora. A transformátorban ilyen tekercsek vannak. És ez azt jelenti, hogy a transformátort, amikor az ember bekapcsolja, akkor ugye váltakozó áram hatására ezek a vezetékek vonzani fogják egymást. Mivel hogy az áramerőségünk ingadozik periódikusan, ezért ez az erő az időben változó lesz. Másodpercenként 100-szor vonzani fogja, és 100-szor meg nem fogja vonzani. És közötte pedig egy ilyen trigonometrikus összefüggéssel leírható áramerőség, és annak hatására erő fog kialakulni. Vagyis ez azt jelenti, hogyha meghallgatja az ember a transformátor búgását, az 50 Hz-es áram hatására ez 100 Hz lesz. Jó? Tehát nem elfelejtjük. A másik nagyon fontos, hogy ha a búg, akkor az azt is jelenti, hogy mozog, és akkor az azt jelenti, hogy időben így mozognak ezek a vezetékek. A transformátorokat szigetelt huzalból készítik, hogyha sokat dörzsölődik össze, akkor elkopik a szigetelés, és kialakul a menetzárlat. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen rész itt rövidre fog záródni. Ez a menetzárlat, ez feleslegesen ott indukálni fog áramot, és az veszteséget produkál, tehát gyakorlatilag a transformátor előbb-utóbbi tönkremenetelihez vezet. Az egyik tipikus tönkremeneteli lehetőség egy transformátornak a menetzárlat. Mint általában a tekercselt alkatrészek mindegyike így megy tönkre. Jó, tehát ez a leglényegesebb dolog. Ami most fog következni, ja igen, csak hogy
ha van kedve, akkor ezt a részét legyen szíves megmutatni a műszernek, hogy ezt a kísérletet tudatosan váltóárammal végzem, mert tök mindegy, hogy egyenáram vagy váltóáram van, hiszen a két vezetékben egyszerre fordul meg az áram. Jó, tehát akkor ez egyenárammal is, váltóárammal is működik. Na, akkor most az lesz, átvonulok ezzel az eszközzel, így ahogy van, a másik asztalra, az írásvetítőre, és megnézzük azt, hogy mit tudunk mondani az áramvezető burkok körül kialakuló mágneses tér szerkezetéről. Jó, tehát akkor megint csak áramok mágneses terét, illetve megint csak mágneses teret fogunk vizsgálni. Igen. Illetve rosszul mondom, megint erőteret fogunk vizsgálni, és ez az erőtér, ugye akkor ez mágneses erőtér lesz. Ha emlékeznek, akkor az erőtérnek a vonalait, az erővonalakat hogyan jellemeztük. Ugye három dolog volt, hogy az erővonalnak a sűrűsége meghatározta a térerőség nagyságát. Az erővonalhoz húzott érintő volt a következő, és a adat, ami azt határozta meg, hogy milyen irányú lesz az erő, és akkor azon az erővonalon még két irányba lehet menni, tehát akkor a vektorunknak a három paramétere az megvan. Amit fogunk csinálni, tessék megfigyelni, itt van egy plexilemez. A plexilemezben itt van egy függőlegesen egy vezeték. Ezt a vezetéket fogom én, ezen a vezetéken fogunk áramot átfolyatni, és vasreszelék lesz az, aminek segítségével az áram mágneses terét föl fogjuk rajzoltatni. Jó, élesre állítjuk a vasreszelékeket. Azt szeretném megmutatni, hogy ha az ember fogja magát és elkezd így kopogtatni, akkor nem változik a szerkezet. Abban az esetben, ha áramot folyatunk, és akkor kezdje az ember kopogtatni, akkor tessék megnézni, hogy rendeződik. Mit lehet erről mondani? Van egy hosszú egyenes vezető itt, amelyik ebbe az irányba áll, és az a körül kialakuló mágneses tér szerkezetét rajzolta föl a vasreszelék. Na, tehát akkor, hogyha ránéznek, a legfontosabb dolog, hogy elkezdünk kutakodni. Az első legfontosabb kérdés, hogy honnan bújnak ki az erővonalak, és hol végződnek. Ki látja ezt? Ki tudná megmondani? Mert akkor, ha ezt meg tudjuk mondani, akkor megtaláltuk a tér forrását. Emlékezzenek vissza, hogy az elektrostatikus térnél töltésből indult ki, töltésen végződött. Mit tudunk mondani ezekről az erővonalakról? Mindegyik önmagába záródik, írjátok föl. Ezért a térről kimondhatjuk, hogy forrásmentes a tér. Forrásmentes. Azt is el lehet mondani, hogy mindegyik önmagába záródik, tehát örvényes a tér. Ugye az elektrostatikus tér az örvénymentes volt és forrásos, örvénymentes, ez pedig forrásmentes és örvényes. Ha valaki végig gondolja azt, amit a múltkoriban mondtunk arról, hogy szükséges és elégséges feltétele annak, hogy a tér konzervatív legyen, hogy legyen forrása és legyen örvénymentes, akkor itt világosan látszik, hogy sohasem lesz potenciál, skalár potenciál. Térnek bármelyik pontjához nem tudunk hozzárendelni egy skalár számot, ami az ott elfoglalt energiáját jelzi. Tessék végig gondolni, hogyha innen ide elmozgatunk valamit, az egyik esetben, hogyha ez az örvényesség így ebbe az irányba, az óramutató járásának megfelelően vannak a nyilak, akkor az azt jelenti, hogy a hüvelykújjamat beteszem a vezeték irányába, és a körbejárás iránya az ez lesz, óramutató járásának megfelelő. Ez gondolom világos, ugye?
Na most akkor az azt jelenti, hogy ha innen akarok ide elvinni, és ebbe az irányba jövök, vagy ebbe az irányba jövök, más lesz a munkavégzés. Jó, tehát más lesz a munkavégzés, ebből az is következik, hogy ez itt nem, a vizsgán ezt a teret húzzák, akkor skalár potenciáról ne kezdjenek el beszélni. Ilyen egyszerű. Na most a másik nagyon izgalmas dolog, amivel meg kellett a tudósoknak küzdeni, hogy nincs monopólus ebben a térben. Nincs. Csak dipólus van. Ezért aztán, hogyha az a kérdés, hogy munkavégzésről akarunk beszélni, akkor ide hipotetikusan föltehetünk, hogy monopólus hogy viselkedne, de nincs monopólusunk. Ezt nagyon fontos tudni. Viszont, és akkor most jön az izgalmas történet, itt van egy eszköz. Tessék jól megfigyelni, mindjárt mutatom, hogy mit lehet erről tudni. Az eszközünk, hogy lépésről lépésre megismerjük, ez egy vastagfalú üvegpohár. Tényleg vastagfalú van, látják. A vastagfalú üvegpohárnak fém az alja, és azon keresztül tudunk áramot vezetni, körülbelül eddig kéne megtölteni higannyal, ami 24 kg higany lenne, és akkor az itt levő mágnes, mivel hogy annak kisebb a sűrűsége, pontosan úgy állna, mint a pecásnak az úszója, az edény közepében. Hogy ez tényleg mágnes, szerintem ez jól látszik. Ugye látszik? Tehát ez egy mágnes, és akkor nézzük meg ennek a mágnesnek a mechanikából jól ismert szabadságfokait. Tehát hosszú ez a rúdmágnes, az alsó vége le van kötözve, ott a gyakorlatilag a körül csak elfordulni tud, vagyis ennek az egésznek a felső vége úgy fog viselkedni, mintha monopólus lenne. Oké? Okay? Na most akkor azt fogjuk csinálni, hogy ezt a áramkört úgy zárjuk, hogy van nekünk itt egy ilyen rudunk, így. Ezt a rudat ide szépen behelyezzük, nem akárhova helyezzük, az edény közepébe, így mi, koncentrikusan helyeztük el. Akkor valahol itt állna a mágnes rudunk. Ha bekapcsoljuk az áramot, ami itt lép be, vezetéken, vagy a higanyon folyik, és ennek a vezetéknek a mágneses terét ott látják. Jó, tehát ott látják a mágneses terét. Ez azt jelenti, hogy ez a mágnesrúdnak, ennek a mágnesrúdnak a felső vége így körözni fog, és a körözés iránya pontosan attól fog függni, hogy merre felé folyik a vezetékben az áram, folyhat ugye ebben az eredményben lefelé vagy fölfelé. Világos, ugye? Ez a Faraday motor elrendezése. 1823-ban Faraday ezt a kísérletet elvégezte, leírta. Ha van kedvük, akkor keressék meg a honlapomon a Faraday motor című filmecskét, és akkor fogják látni ennek az eszköznek az 1991-ben elkészített videó változatát. Azóta nem mutattuk be higannyal, mert 24 kg higany az mondjuk úgy, hogy hajmeresztő. A másik lehetőség, amit ezzel a kísérlettel, eszközzel be lehet mutatni, az annyi, hogy fogja az ember, és a rúdmágnesnek a másik szabadságfokát is elveszi, és akkor ez a rúdmágnes itt fixen áll. A felső vége és az alsó vége jó távol vannak egymástól a kísérletünkben, és ezt a vezetéket ebben az esetben pedig egy kicsit másképpen fogjuk fölfüggeszteni, ez beleír a higanyba, és amikor bekapcsoljuk az áramot, akkor ez fog körözni a mágnes körül, tehát a hatás kölcsönös. Ugye ez az úgynevezett Faraday motor. A következő pedig ez lesz, és akkor átnézünk oda, megnézzük, hogy az áramvezető hurok mágneses tere az milyen. Itt van az áramvezető hurok, tessék megnézni. Az áramvezető hurok mágneses tere származtatható abból, hogy azt mondhatjuk, hogy ebben a pontban itt van egy vezetékünk, amelyik abba az irányba folyik az áram, ott pedig befelé folyik, vagyis két darab áramvezető
hurok ellentétes áramirányjal. Hát ezt, ha megnézik, amit oda kiraktam, pont annak felel meg. Én fogom elrendezzük ezt a dolgot, így mi. Kapcsoljunk be áramot. Szépen rendeződnek az erővonalak, kialakulnak az erővonalak. Ha ez befelé folyik, akkor e körül egy óramutató járásának megfelelő koncentrikus kör alakulna ki. Itt is, csak itt éppen ellenkező irányjal, tehát ebbe az irányba folyik az áram, és így megy körbe. Ugye ez pedig így, az összes erővonal abba az irányba mutat. Vagyis mondhatjuk, hogy erre a síkra az erővonalak merőlegesek. Ebből az irányból, abba az irányba mutat az összes, vagyis ez önmagában egy piciny mágneses dipólus. Tetszenek érteni, ugye? Tehát ez egy piciny mágneses dipólus. Hogyha ezt a piciny mágneses dipólust lekicsinyítjük, amennyire csak lehet, mi lesz az a legkisebb, aminél nincs kisebb? Veszünk egy darab nyomolék elektront, és azt rávesszük, hogy körbe-körbe járjon. És ennek az egy darab nyomorék elektronnak, amely körbe-körbe jár, annak mágneses dipólusa lesz. Ebből látszik az is, hogy miért nem lehet északi és déli pólust külön választani. Tehát a jogászokkal vagy bölcsészekkel közösen ücsörögnek a kocsmába, és valaki azt mondja, hogy szét lehet választani, ezt kell fölrajzolni, és ebben lehet legjobban indokolni, hogy északi és déli pólus külön nem létezik. Jó? Akkor a szuperpozíció elvét gyakoroljuk tovább. Ugye ez egy darab áramvezető hurok volt, és akkor most nézzünk egy kicsivel többet, ez éppen 7 darab áramvezető hurok. Ez azt is jelenti, hogyha meggondolják, hogy a legelső kísérlethez képest most már 14 darab vezetékünk van a síkban, ezért most már arra se lesz szükség, bocsánat, így rakom, mert ez így didaktikusabb, ha így áll, a tankönyvi ábrákban is így szokott benne lenni. Nézzék meg, nem kell kopogtatni, hanem önmagától rendeződni fognak az erővonalak, úgy értem, hogy kopogtatás nélkül is az áram hatására, és akkor el lehet mondani mindazt, amit középiskolában tanultak, hogyha ezt itt letakarjuk, akkor úgy néz ki, hogy ez úgy viselkedik, hogy itt jön ki az összes erővonal, ott megy be, vagyis akkor ez úgy néz ki, mint a rúdmágnesnek az erőtere, vagyis ez azt jelenti, hogy egy áramvezető tekercsel lehet helyettesíteni egy rúdmágnest. Ez nagyon fontos. Ugye az ilyen elrendezést, amely az áramvezető hurkoknak a középpontja egy egyenesre esik, ezt egyenes tekercsnek vagy szolenoidnak hívjuk. Az is látszik, hogy a szolenoidnak a belső tere, itt ez a belső tere, ez homogén, az kell, hogy kellően távol legyünk a végeitől. Ezért aztán úgy szokták megfogalmazni, egy végtelen hosszúságú szolenoidnak a belső tere homogén. Tehát tessenek figyelni a megfogalmazásra, hogy fizikus legyen mindig óvatos, vagy ha úgy tetszik, inkább visszafogott. És akkor nem utolsó sorban itt van egy másik alkalmazás, az úgynevezett körtekercs, vagy toroid tekercs. A matematikából gondolom a tórusz, mint ismerős alakzat. Úgy néz ki, mint az úszógumi. Tehát veszünk egy körlapot, és azt a valamilyen külső pontja körül megforgatjuk egy síkban, és akkor kapunk egy úgynevezett tóruszt, erre a tóruszra tekerjük fel a vezetékeket, és akkor tessék megnézni, hogy a toroid tekercsünknek az erővonalképe olyan, hogy a tóruszból nem lép ki, az összes erőtér a tórusz belsőjére koncentrálódik, ebből az is következik, hogy ez egy nagyon jó hatásfokú elrendezés lesz. A toroid tekercseket, hogy óvatosan fogalmazzak, annak ellenére, hogy marha nehéz elkészíteni, erőszeretettel használják. Azért nehéz készíteni, mert ugye hát úgy kell tekercselni, hogy nem tudom, látod már valaki toroid tekercset?
Na, akkor én következő, te már láttál. Oké, Pali, jó. Tavaly, nem? Meg tavaly előtt itt. Na, tehát akkor viccet félretéve, tessenek elgondolni egy, hozok egy tolói tekercset, hogy legyen miről beszélni, és aztán evel be is fejeztük az előadást. No, tehát itt van egy toroid tekercs, körbeadom, tessék megnézni, van egy vasmag, egy tórusz alakú vasmag, és erre kell elkészíteni a tekercselést. Ami izgalmas ebben, hogy ennek az elkészítése nem egy egyszerű mutatvány. Az első dolog, hogy ki kell számolni körülbelül milyen hosszú vezetékkel, ahhoz a vezetékhez kell készíteni egy vetélőt, arra föltekeri az ember ezt a vezetéket, és a vetélő az pontosan annak függvényében készül el, hogy mekkora a kerület ennek a tóróidnak. És akkor ugye ahány menetes tekercset akar, annyi szó kell ezt a vetélőt keresztül dugni rajta. Hát egy 10 000 menetes tekercs, akkor 10 000-szer. De nem kell megijedni, a tóróid tekercset megtanulták a gépészmérnökök, hogy hogy lehet emberi kéz érintése nélkül gyorsan elkészíteni. Csak azért, mert nagyon nagy igény van, nagyon nagy társadalmi igény van a tóróid tekercsre. Nem tudom, ki érti ezt a mondatot. Ki az, akinek önök közül biztosan nincs tóróid tekercse? Na. Ki az, aki úgy gondolja, hogy biztosan van? Egy ember. Kettő. Hol van? Tessék? Na, hát az a lényeg a dolgoknak, hogy egy átlag kompjúterben 15-20 darabot biztos találnak. Hát ha van valakinek egy kompjúter, akkor ott van. A kompjúterek közé értendő a mobiltelefon is. Jó? Tehát akkor ez érthetően dolog, hogy a mobiltelefonok száma több, mint az emberiségé, a tóróid tekercsek száma ennek következtében, tessenek befejezni a mondatot. És akkor köszönöm a figyelmet.